Pénteken jelent meg több internetes portálon átalakítás elé néz a Magyar Honvédség. Januártól összevonnák az összhaderőnemi parancsnokságot és a Honvéd vezérkart, az így keletkezett új központot pedig Székesfehérvárra költöztetnék több lépésben. Híradónknak akkor Cselpakovics András nyilatkozott arról, hogy hónapok óta tartanak a megbeszélések a szóban forgó változásokról. Azt szeretném megerősíteni, hogy a Honvédelmi Minisztériummal és kormányzati szereplőkkel, személyekkel, katonai vezetőkkel folyamatos stratégiai kérdéseket érintő egyeztetések zajlanak a város és a Honvédelmi Minisztérium, illetve az állam képviselői között. Természetesen ezeknek azt gondolom, hogy az eredményéről nem az én tisztem tájékoztatni a közvéleményt, hanem azoknak az állami döntéshozóknak, ahol a döntési hatáskör van. Mi arra törekedtünk a tárgyalások egész során, és ebben bízunk, hogy olyan döntések születnek, amik a város stratégiai szerepét tovább fogják erősíteni, és egy olyan meghatározó, egyébként a múltunkból is fakadó katonaváros jelleget is magába foglaló jövőképet vázolnak fel ezen a területen, amelyik az erős gazdaság mellett a másik kiemelkedően fontosságú lábát fogják jelenteni Székesfehérvár fejlődésének. Hogy ez pontosan tartalmilag mit jelent, arról azt gondolom, hogy hamarosan hivatalos tájékoztatások fognak megtörténni, utána úgy gondolom, hogy Fehérváron is érdemes lesz értékelni, hogy mekkora az az eredmény, ami valójában itt elérésre került. Azt szeretném pontosítani, hiszen a sajtóban volt, ahol pontatlanul jelent meg, hogy az összhaderőmi parancsnokság az ma is itt működik Székesfehérváron. Tehát van ma is olyan kiemelten fontos katonai parancsnokság, amelyiknek a központja itt van a városban. Bízunk benne, hogy ezen stratégiai döntések ezt a szerepet tovább fogják erősíteni. Ennek a központnak a helyszínéről van esetleg már bármilyen tervinformáció? Várjuk meg az a kérésem azért a központi bejelentéseket és hivatalos végleges döntéseket, hiszen itt van parlamenti döntési szakasz is, tehát nem is csak a kormány dönt adott esetben, hanem a parlamentnek is állást kell foglalni, de természetesen nem titok, hogy stratégiai megbeszéléseken nagyon sok már technikai kérdés is fölmerült, de pont abban maradtunk, hogy az erről való egyeztetéseknek akkor van értelme, hogy az a ezt megalapozó jogi természetű döntések, ami mögött nyilván szakmai előkészítő munka van, azok megtörténnek. Az ügyben egy mai sajtóbeszélgetésen kerestük a honvédelmi minisztert, aki megerősítette a szervezeti átalakítás tényét, melyet az Rínyi 2026 program részeként hajtanának majd végre. Az új egység neve a Magyar Honvédség parancsnoksága lenne, és itt zajlana gyakorlatilag a haderő vezetése. A honvédség parancsnoka pedig a vezérkari főnök lenne. A minisztérium eztán inkább ellenőrző szerepet töltene be a haderő életében. De miután még nem született meg a parlamenti döntés az ügyben, további konkrétumokról nem nyilatkozott a honvédelmi miniszter. Ahhoz, hogy egy erős magyar honvédséget tudjunk építeni, az ember a technikai eszköz mellett kell az irányítás, a vezetés, a szervezeti keretek megteremtése. Nem titkolt célunk, bár még igazából nem publikus, azért nem publikus, mert amíg a törvény elfogadása nem történt, meg addig szándékról lehet beszélni. Amikor a törvény módosítási csomagot elfogadta az országgyűlés, akkor utána lehet arról beszélni, hogy ezt fogjuk megvalósítani. Tehát most még, és szombaton is ezt mondtam, hogy nem cáfolom, ami megjelent, van benne igazság, az a szándékunk, az a célunk, hogy ez az integrált minisztérium, amely, hát mondjam úgy, hogy 16 évvel ezelőtt megalakult, akkor bizonyos körülmények között lehet, hogy indokolt volt, de napjainkban nem váltja be a hozzáfűzött reményeket. Nem tudja teljesíteni. Nem tudja úgy lekezelni a kialakult helyzetet, a biztonsági környezet lehet látni, hogy milyen gyorsan változik, milyen rendkívül gyorsan történnek a biztonsági körülményeknek az alakulása, változása. Ez megköveteli azt, hogy igenis legyen egy Magyar Honvédség parancsnoksága, a Magyar Honvédség parancsnokság élén álljon a Magyar Honvédség a parancsnoka, aki egyben vezérkar főnök is, tehát nem kell, hogy legyen összhaderő parancsnokság, meg vezérkar, a vezérkar legyen szerves része a minisztériumnak, nem.
önálló katonai vezetés valósuljon meg. Nonszensznek tartom, hogy a jelenlegi törvényben is az van, hogy a miniszter irányítja és vezeti a katonai szervezeteket. Más kérdés, hogy a vezérkarfőnökön keresztül. De ennek nem így kell működni. Egy politikai vezető ne vezessen katonai szervezeteket. Nem ez a dolga, nem ez a hivatása. Tehát igenis külön kell választani ezeket a szervezeti egységeket, meg kell teremteni a Magyar Honvédség parancsnokságát az élén olyan személlyel, akit hatáskörrel, jogkörrel és felelősséggel ruház fel a törvény. A minisztérium pedig azért van, hogy a miniszter vezetésével irányítsa a Magyar Honvédséget, biztosítsa a feltételeket, teremtse meg a feltételeket, ezt biztosítsa a Magyar Honvédség számára, és ellenőrizze annak jogszerű, hatékony felhasználását, tehát kontrollálja. És járuljon hozzá a civil kontroll megvalósításához. Tehát, hogy egy kézben legyen az irányítás, a vezetés és a kontroll, ez kicsit ellentmond a vezetés elmélet alapjainak. Tehát ennek nem így kell működni. Ezt a célt szolgálja tulajdonképpen az az elgondolás, amiről beszéltünk, és természetesen ezen belül nagyon sok jogszabályi környezetet kell módosítani, meg törvényeket kell módosítani. De a cél az, hogy amit a kormány is meghatározott, hogy egy erős magyar honvédséget építsünk fel, amely képes a kihívásoknak, a napi kihívásoknak megfelelni, amely képes Magyarország és a magyar emberek biztonságáról gondoskodni. A szándék az, és ez a város vezetésével is már megbeszélésre került korábban, hogy a Magyar Honvédség parancsnokságát én szeretném, ha Fehérváron tudnánk megalakítani. Tehát ez a szándék, ez a cél, most, amikor szombaton Fehérvár voltam, akkor elmondtam, nyíltan, hogy szándékunk, hogy ez a katonaváros még inkább katonássá és még több katonával prezentált várossá válik. Menkő Tibor hozzátette, ennek azonban a feltételrendszerét is meg kell teremteni. Ahhoz, hogy a 21. századnak megfelelő parancsnokság jöjjön létre, ahhoz a városban további infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Többen. Óvoda, iskola, munkahely szükséges az ott szolgáltott teljesítőknek, és sok-sok olyan egyéb más körülményeket, feltételeket kell megteremteni, amely képes egy ilyen parancsnokságot befogadni és kiszolgálni. Tehát ez nem csak a honvédségre, hanem a városra, és a város minden szegmensére. Ha csak a fogyasztást nézem, akkor is nyilván az üzletek, a boltok és egyéb másnak is kihatással kell érni. A törvénymódosítás elfogadásáig azonban további részletek nincsenek a leendő parancsnokságról. Úgy tudjuk, korábban a Fekete-Sas szálló és a Távirda utca egy épülete is felmerült lehetséges helyszínként a stratégiai megbeszélések alatt.